A nyári berzencei burgonya bemutató most rendhagyó módon nem a burgonya földön beszélgetünk, mert esik az eső, kivert bennünket onnan. De hát ennek a krumpli termesztő örül. Egy ilyen tavasz után különösen, mert elég hosszasan volt ugye a szájos időszak. Most még szerintem időben jött a csapadék. Azoknak, akik tudnak öntözni, olyan szempontból jó hír, hogy takarékoskodni tudnak a vízzel és a költséggel. Akiknek nincs öntözés lehetőségük, bár manapság ez a rétegben legkevésbé reprezentálva, pedig a természetes csapadék megoldja a problémájukat. Milyen burgonyás év lesz az idén, hogy látod? Az idei év tavalyihoz képest eltérő, sok szempontból. Pozitív irányban a termés átlagok jólnak mutatkoznak, és az ár egy olyan 15-20%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, és úgy néz ki a hírek szerint, hogy külföldről sem várhatók nagyobb hullámú beszállítások, mert ottani raktárok is kiürültek, tehát a magyar termelő szempontjából ezek jó hírek. Itt ezen a berzencei bemutatón nagyon sok fajtád van jelen minden esztendőben. Most az idén hogyan válogattad össze a kínálatot? Mint ahogy az előadások során is elhangzott, a jövő szempontjából felértékelődnek a korai fajták. A korai időszakban az árak magasabbak, mint egy elnyújtott tenyészidejű fajta esetében, amikor csak szeptember-októberben tudják betakarítani az árut, addigra már a külföldi konkurencia is megjelenik a piacon, megoszlanak ugye a beszállítók, az árak csökkennek, tehát a korai fajtákra koncentráltunk mi is, van két olyan fajtánk is, amelyik versenyképes az eddigi piacvezető fajtával. Az Esmé és az Evolution fajtánk 90 napos tenyészideje van mind a kettőnek, felveszi a versenyt a hasonló kategóriájú fajtákkal. Ha a nemesítők munkáját nézzük, akkor milyen irányba nemesítenek manapság a burgonya nemesítők? Mi az igény? A betegségekkel szembeni ellenálló képesség az, ami fontos. A növényvédelem jelentős költségeket emészt fel, és hogyha egy fajtát csak kétszer kell fitoftóra ellen permetezni a tenyésződő alatt, és nem 12-szer, ez jelentős költségcsökkenést jelent. Ha már itt a permetezést említed, akkor az idén nagyon nagy probléma a burgonya bogár. Nagyon sok vegyszer nem viszi le őket. Mit szóltok ti ehhez a problémához? Ez egy megoldásra váró kérdés, mert korábban volt olyan erős szer, ami teljes mértékben megoldotta ezt a problémát. Ezt, hogy az EU-n belül a hatóanyagot betiltották, nem lehet alkalmazni, és még nincs olyan utódja ennek a szernek, ami hatékonyan megoldaná a problémát. Minden esztendőben hoztok valami új fajtát is a bemutatóra. Most van olyan új fajtád, ami esetleg a közeljövőben jobban terjesztésre kerülne? Igen, kettő is van. A legújabb az a Corazon nevű fajtánk. Ezt a spanyol piacra nemesítette az Agrico, és spanyolul szívet jelent. Nagyon szép elnevezés. Szintén korai fajtáról van szó, hál' Istennek gyarapszik a fajta kínálatunk a korai szekcióban. Ezt a fajtát én úgy neveztem el magamban, hogy a kis eminens, mert minden szempontból kiváló, fitoftora rezisztens, szárazságtűrő, sokat köt és ki is neveli. Tavaly még csak számmal jelzett fajta volt, idénre már nevet is kapott, és reméljük, hogy hamar elterjed a magyar piacon. Másik pedig az Alouette, szintén piros héjú, a középkorai kategória, tehát kicsit későbbi érésű, de nagyon szép piacos fajtáról van szó, úgyhogy most a fajták tekintetében jól el vagyunk látva.